Szeretek MTK meccsre járni? Igen. Igen. Kétszer is megszereztétek a vezetést a Kisvárda ellen, de mégsem sikerült nyerni. Hogyan értékeled a találkozót? Hát úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul az első fél időben, de kijöttek azok a hibák, amik jellemzőek voltak ránk egész évben. Ezeket azt gondolom, hogy a jövő szezon vagy a következő szezonban mindenféleképpen ki kell javítanunk, hogy előre tudjunk lépni. Sajnos igen, hát ismerni tudom magamat, kijöttek ezek a hibák, és ezáltal nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, hát meg beszélhetnék egy meg nem adott gólról is, ami biztos, hogy nem volt les. Az is befolyásolta a mérkőzést, meg hát elfogult fog a kiállítás se. Ezt a kiállítást sem hoztam volna meg a bíró, ezt a döntést a bíró helyében, úgyhogy lehetne sokféleképpen is nézni ezt a mérkőzést. Így alakult, bajnokok vagyunk, az a lényeg, feljutottunk. Hát inkább arról szeretnék beszélni, hogy köszönjük szépen a szurkolóknak az egész éves támogatását. Csodálatos élőképpel készültek, nagyon hálásak vagyunk nekik, és tényleg minden egyes szurkolónak, akik egész évben pozitívak voltak, és velünk ünnepeltek a mai nap is. Ugye tavaly a Balmazújvárossal bajnok lett, idén az MTK-val. Mennyire várja, hogy jövőre élvonalbeli Kispadon leülhessen? Ugye azért dolgoztam 18 éven keresztül, hogy ez a pillanat eljöjjön. Én nagyon bízok benne, hogy az NB I-ben sikeresen fogunk tudni dolgozni. Ez a találkozó sem maradt ellentse gól nélkül, immáron 22 találattal vezeted a góllövő listán. Ez mennyire motivál téged, hogy gólkirály legyél? Hát nyilván motivál, minden csatár gólkirály szeretne lenni, minden csatárnak minden mérkőzésen gólt szeretne lőni, úgyhogy sikerült 22-t ebben a szezonban. Nem lehetek maradéktalanul elégedett. Ez a csapattársamnak és ugye mindenkinek az érdeme, hogy azért ennyi gólt tudtam lőni, úgyhogy meg szeretném köszönni ezúttal a csapattársamnak is. Van valami kitűzött célod a jövőre nézve, hogy mondjuk jövőre az NB I-ben mennyit szeretnél lőni? Először is el szeretnék menni egyet pihenni, el szeretnék menni nyaralni a családommal, aztán utána majd gondolkozok a felkészülés alatt a célokon, de hát minden csatár vagyok, minden mérkőzésen gólt szeretnék lőni, gólpaszt adni, úgyhogy ez mindig is célom lesz a jövőben, de majd leülünk a srácokkal, és át fogjuk beszélni, hogy mi lesz a következő évben a cél. Rutinos játékosokkal fog erősíteni a csapat, vagy az akadémistákra épít inkább? Is. Tehát lesznek rutinos játékosaink, és lesznek olyanok, akik csatlakoznak a felnőtt kerethez. Mit gondolom, mire lehet képes a csapat jövőre? Azzal majd kitűzik a célt a vezetőség. Én bízok benne, hogy ezt a célt fogjuk tudni teljesíteni, és remélem, hogy még azon belül még jobban fogunk tudni teljesíteni. Szerintem akárki jön ebbe a stadionba, itt képesek vagyunk felvenni velük a versenyt. Nem szeretnék belemenni még ilyen jóslatokba. Én azt gondolom, hogy a társaság nagyon egybe van, úgyhogy egy jó felkészüléssel akármire képesek lehetünk.